A szeptember 5-i nyitást megelőző utolsó simítások zajlanak a Bonyhádi tanuszodában. Amint bezárt a termálfürdő, a Bonikom Kft. Szakmai stábja áttelepült az uszoda épületébe, hogy előkészítse a létesítményt a nyitásra. A nyári szünetben mindenre kiterjedő takarítás, tisztítófestés történt, illetve kisebb javításokat is végeztek a szakemberek a létesítmény területén. Maga a létesítményen jól bejáratott menetrend szerint működik, naponta 16 órát vagyunk nyitva, úgy néz ki az időbeosztásunk, hogy reggel 6-tól lehet jönni hozzánk úszni, 7:30-ig, tehát azok kedves vendégek, akik úgy gondolják, hogy a napjukat szeretnék egy reggeli úszással indítani, az részükre ez biztosított, majd 7:30-tól átadjuk a létesítményt a szervezett iskolai kereteken belül történő úszásoktatásnak, ez egészen 2-14 óráig tart, majd 14 és 18 óra között ismételten egyesületek veszik birtokba a létesítményt, ahol vagy edzést tartanak a szaktanárok, vagy pedig len ugye fizetés ellenében úszásoktatás történik. Majd a nyilvánosság 18 órától egészen 22 óráig jöhet, ahol vagy úsznak az emberek, vagy pedig a szauna szolgáltatásunkat veszik igénybe. A szauna egyébként az szokások alapján nem rögtön az úszodával egy időben nyílik meg, hanem valamikor szeptember utolsó napjaiban. Erről majd internetes honlapos felületünkön tájékoztatjuk a lakosságot. Az úszoda és a szauna használatának az árai minimálisan emelkednek majd a nyitást követően. Nem kell bemutatnom senkinek, hogy milyen helyzetben élünk, de az energiai válsággal összefüggésben, ugye az energiaárak, legyen az, hogy földgáz, vagy távhő, vagy villamosáram, az árak elszabadultak, de ettől függetlenül a város vezetése velünk egyetemben olyan döntést hozott, hogy a létesítmény nyitva lesz, a bezárása jelen információk birtokában kijelentett, hogy föl sem merült. Mindentől függetlenül egy minimális áremelésre szükség volt, és ez nem az energiadíjak emelése van összefüggésbe, hanem már jó ideje, nagyon régóta nem volt nálunk díjemelés, és bizony-bizony az általunk igénybe vett szolgáltatások díjai jócskán megemelkedtek, és ezt már tavaly jeleztük a fenntartónak, akivel együttesen olyan döntést hoztunk meg, hogy akkor most, szeptember 1-től mind a napi jegyek, mind a szauna, vagy mind pedig a béletek árát emelni fogjuk. A tanúszoda hétvégén is várja az úszni vágyókat, szombaton és vasárnap reggel 9 órától este 18 óráig használható a medence és a szauna is.